Szerintem az édesem. Igen? Jó, örülök. A szörpöket kóstolják ezek a fiúk, akik nagyszüleikkel érkeztek a balatoni gasztropiacra. A felnőttek tudatosan keresik a helyi termékeket. Adalékmentesek, kistermelők állítják elő, gyakorlatilag mindent végig fogunk nézni, és szerintem vásárolunk sok mindent, ahogy nézem itt a felhozatalt. Sokan rendszeres vásárlói a gasztropiacnak. Fülltojást szoktunk venni, azt mindenképpen, mert azt szeretjük is, meg egészséges is. A gyermek szokott péksüteményeket, ugye kiflit, de most vettünk egész sok mindent, mézet is vettünk, meg disznó, igen, ilyen hurkát, kolbászt. 15 termelő kínálta portékáit Siófokon vasárnap, egész Somogyból érkeztek az árusok. Nagy szerencsénk volt, mert egy erősebb lehűlést követően lett jobb az idő a gombáknak, aminek következtében a gombalegyek, gombaszúnyogok, amiktől kukacosodnak a gombák, azok így hál' Istennek elmaradtak, és most gyönyörű szép tiszta a szárítmány, látszik is, hogy semmilyen rágás nincs rajta. Az árusoknál nem csak vásárolni lehetett, hanem recept ötletekért is érdemes volt kérdezni tőlük. A szárított gomba felhasználása elég sok rétű. Alapvetően bármilyen levesbe, pörköltbe, tejszínes ragúba ételízesítőként bátran használhatjuk, de én nagyon gyakran risotto készítéshez is felhasználom, illetve ilyen tésztás ételek készítésénél. A termelők szerint egyre többen vásárolnak tudatosan, keresik a helyi vagy környékben készült adalékmentes árukat. Szerintem egyre jobban van egy olyan réteg, akinek fontos az, hogy olyan terméket fogyasszon, ami helyben terem, tudja, hogy kikészítettem, annak a saját alapanyagaiból készül, nem esetleg a fontos számára az is, hogy vegyszermentes gazdálkodásból származom, mint amilyen a miénk, úgyhogy szerintem ennek abszolút megvan a kereslete. A gasztropiac nyáron Zamárdiban egy büfénél várta a vásárlókat, akiket ősszel is télen sem hagynak finomságok nélkül a termelők. A Somogyi Helyi Termékegyesület új helyen egy siófoki étteremnél szervezi meg a hidegebb hónapokban a programokat. Novemberben 2 alkalommal települnek ki ide a termelők. Az adventi időszakban pedig hetente, tehát decemberben minden vasárnap fogjuk várni itt az érdeklődőket, illetve tervben van az is, hogy kapcsoljunk mellé minden hétvégén az adventben valami kézműves foglalkozást is. Lekvárokat, szörpöket, zöldségkrémeket, csatnikat, húskészítményeket, sajtokat, mézes kalácsokat, mézeket egyaránt kínáltak a termelők, akik száma a jövőben tovább nő, így még szélesebb választék várja majd az érdeklődőket a balatoni gasztropiacon.